A rosszabb, hogy, és ez amire rákérdeztél, ez az új rendelet, EU-s rendelet, ezt sajnos elfogadták. Tehát ez a jó kolléga nem csak ígérget, be is tart, az EU jó kolléga módjára végig is vitte ezt a kiváló ígérvényét, úgyhogy létezik már ez a rendelet, ami alapján az EU, ha úgy alakul, van egy ilyen riasztási helyzet, ami ennek szerencsére finomodott a szabályozása, de a logikája az ugyanaz maradt, mint a tervezetben, akkor az a laza pókháló, ami ígéretekből áll, hogy a tagállamok igyekeznek leszorítani a saját földgáz felhasználásukat 15%-kal, ez a laza pókháló megfeszül, és kötelezvényé válik, amivel csak az a gond, hogy olyan országoknál, akik, mint Magyarország, akik szorgosan gyűjtögették a földgáz, tele vannak a tárolók, jó hosszú távú szerződéseket kötöttünk, sőt még utólag is szereztünk be földgázt, ugye most ilyen folyamatok voltak, ez a 700 millió köbméteres orosz beszerzés, a megnövelt, a stratégiai feletti gázkapacitás növekedés, tehát mi gondosan készültünk a térre, na ezek az államok járnak rosszul, mert független attól, hogy mennyi gázuk van, mekkora tároló kapacitásuk van, mennyire állandó a gázáramlás, és van még egy negyedik paraméter, hogy mennyi a kitárolási kapacitás ezekből a tárolókból, mert hogy ezen múlik, hogy mennyit lehet télen kiengedni. De minden paraméterrel jó jár és él tanuló, na őket fogja büntetni ez a rendszer, ha kell, mert azoknak, akik meg elvigéckedték, meg kekeckedték az egész nyarat és nincs gázuk, vagy a gyufás katujányi tárolójukat töltik fel, mert a német tároló az körülbelül így aránylik a német iparhoz, meg az a 80 millió emberhez, tehát a mi tárolóinkkal szemben arányosan kisebb tárolókról beszélünk, tehát mondjuk azt töltögette, az ő érdekükben fogják, ha kell, újraosztani télen a gázt. Az Európai Unió tanácsa elfogadta a 6. szankciós csomagot június elején, ami azt jelentette, hogy az EU megtiltotta a nyersolaj és egyes kőolajtermékek behozatalát Oroszországból az EU-ba. De átmeneti kivételt biztosítottak a csővezetéken érkező kőolaj esetében azoknak a tagállamoknak, amelyeknek a földrajzi helyzetük miatt nincsen más lehetőségük. Például Magyarország számára köszönhetően Orbán Viktor kiállásának. Hogy a fosszilis energiahordozókra vonatkozó tilalom milyen következményekkel fog járni, azt még senki sem tudja felmérni pontosan, annál is inkább, mivel a szakértők arról számoltak be, hogy senki semmilyen hatástanulmányt nem végzett annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy milyen hatásai lehetnek egyáltalán egy ilyen korlátozásnak. A Hunortodox mai vendége dr. Tóth Máté, energiajogász. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. És azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mindenki látja és érzékeli, hogy ugye óriási nagyot nőttek az energiaárak, és még várható, hogy tovább fognak nőni, hogy ha pár pontba össze kéne szedni, hogy mik állnak ennek a hátterébe, mi lenne az, és mennyiben tehető felelőssé a Európai Uniós vezetőknek a rossz döntései ebben a dologban? Igazából szerintem három fázis van, hogyha megnézzük, hogy ez a nagyon magas árszínvonal, ami még felfele tart, ez hogyan alakult ki, mi van a hátterében. Eleve azt látni kell, hogy tavaly októbertől nagyjából volt már egy energiaválság, amit részben a németek okoztak, részben volt egy elhibázott céges szinten jelentkező energetikai beszerzési politika. Gyakorlatilag különböző okokra vezetik vissza a közgazdászok, hogy mi lehetett már a tavaly októberi emelkedésnek az oka, ami azért fontos, mert azóta se állt vissza az árszínvonal. Én annak vagyok a híve, de ez itt kinek mi tetszik, hogy a Covid utáni gazdasági helyreállás volt sokkal gyorsabb, mint amit modelleztek. Ennek volt köszönhető a megnövekedett energiaigény, és ahol bizony nincs állami szereplő, nincs állami központi tervezés, nincs állami tulajdonban tároló, ott bizony piaci alapon keresték a piaci szereplők, hogy mikor a legoptimálisabb energiát beszerezni. Elszámolták magukat, az egy piacnál ugye előszokott fordulni. Ez eredményezte Európában már ezt a magas árszínvonalat, és ebbe robbant bele február 24-én a háború, ami nem okozott akkor még tényleges ellátási problémát, csak a fenyegetettség, a spekuláció az, ami felfele hajtotta az árakat, főleg azok a hegyke nyilatkozatok az európai, főleg a német politikusoktól, hogy ők most akkor Oroszországot megbüntetik, Európa lekapcsolódik a gázról. Ezt a zöld szavazók Németországban lehet, hogy jól fogyasztották, de a piac az értette és beárazta, hogy itt bizony kockázat van, ellátási kockázat van. Ők ugye a számokat nézték, és ez ugye tovább hajtotta felfele az árakat. Ez igaz volt az olajra, igaz volt a gázra, és áttételesen a villanyra is. Nyilván egyéb hatások is vannak, mindig vannak a tengerben ilyen öntörvényű áramlások, meg örvények, de ez
azért alapvetően ez határozta meg a második emelkedési hullámot. És a harmadik, ami meg most van, az a tényleges ellátási probléma, ugyanis hónapokig abszolút nem szakadozott az ellátás, nem volt gond sehol a gázzal, a villanyjal, az olajjal, viszont Európa elkezdett önsorsrontani minden szempontból. Egyrészt ugye az olajra, először a szénre, aztán az olajra elfogadták az első szankciós csomagot, mind a kettő érdekes egyébként, másrészt lebegtették a gázra, és ezzel párhuzamosan elindultak a már ismert, sajtóból ismert történetek, ez a fizetünk rubelbe, nem is kell egyébként rubelbe fizetni, vagy nem fizetünk rubelbe, egyre több ország megtagadta, aztán jött ez a turbina mizéria, ugye Kanadában felejtődött még a szankciók előtt az északi áramlat egy turbinája, erre tekintettel az oroszok 60, majd 40%-ra lecsavarták az északi áramlatnak a földgáz áramlását. Na innentől meg tényleges ellátási problémák vannak. Szegény embert az ág is húzza, azt látjuk egyébként, hogy összeadódik egy csomó hatás. Abszolút elindult, tehát ez innentől. A jelek azonban nem túl jók, hiszen arról lehet olvasni, hogy Európa gazdasági motorjának tekintett Németországban az energiatakarékosság jegyében kórházak és a szociális intézmények kivételével minden középületet legfeljebb 19 Celsius fokos hőmérsékletre szabad majd felfűteni az ősszel kezdődő fűtési szezonban. De arról is terjednek a hírek, hogy mindössze 60%-os telítettségi szinten vannak Németország gáztározói. Ausztriában még rosszabb a helyzet, mivel júliusban még csak 45,2%-os tárolási szintet mutattak Ausztria gáztározói. Ennek az oka az, hogy jóval kevesebb gáz érkezett Oroszország irányából mindkét nyugat-európai országba az északi áramlaton keresztül. Lehet át kellett volna gondolni az embargót és a folyamatos fenyegetőzést Oroszország felé. Különösen úgy, hogy Ausztria gázimportjának mintegy 80%-a Oroszországból származik, Németország gázigényének több mint 50%-a. Komoly negatív előjel volt az is, hogy a Nyugat-Európát ellátó északi áramlaton sokáig kevesebb gáz érkezett, majd július elején 10 napra le is állt a gázszállítás Nyugat-Európa irányába. Pont az asszály meg a sztrájk mutatja, hogy olyan tényezők is vannak, amiket nem igazán kalkulált be senki. Viszont azt látjuk, tehát a számokat látjuk, hogy hogy állnak nyugat-európai országok a feltöltéssel. Azt látjuk, hogy merre mozognak az árak. Látjuk, hogy a közvetett hatások, például a villamosenergia ellátásban, azok hogyan érnek meg. Ez alapján túl optimistának nem lehet lenni. Én próbálok a lehetséges szenáriók közül még a legpozitívabb felé hajlani, ami jelenleg talán az, hogy a lakosság fölött ott fog lebegni Démoklész kardjaként a korlátozás, de hogy igazán nagy korlátozás, reméljük, hogy talán nem lesz a télen, de sajnos kizárni nem tudjuk. Viszont az a baj ezzel, hogy amikor a lakossági ellátás füstöt érez, akkor az ipar már lángol, mert mindenhol az energiapolitika úgy van tematizálva, hogy mindig a lakosságot korlátozzák utoljára, őket kapcsolják le legkésőbb, őket ér bármi korlátozás. Addigra már az ipari termelők, ideértve például a villamosenergia termelést is, mert ők is annak minősülnek például földgáz felhasználás szempontjából, ugye a földgázos erőművek, ők már régen érintettek, és az ipar azt szerintem nem tudja elkerülni. Olyan számokat látunk, meg várakozásokat látunk német cégektől, hogy egy kisebb ellátási zavar is a német cégeknél, egy 30%-ánál komoly termeléskorlátozást, kiesést eredményez, húzamosabb ellátási akadozás vagy válság a felét akár. Tehát ez a német ipar pedig Európa. Tehát azért látjuk, hogy ha a német ipar térdre esik, akkor Európa esik térdre, és ez még csak a konkrét ellátási zavar, nem beszéltünk arról, hogy az árszínvonal, tehát mikor eredményez olyan pontot, iparágak válogatják nyilván, hogy ez mikor jön el, hogy egyszerűen nem éri meg nekik termelni. És amíg mondjuk az energiaszektorban létezik ilyen fogalma az elosztónak, hogy ellátási kötelezettség, tehát az elosztó akkor is kinyit, ha egyébként veszteséges neki, mert el kell látni az embereket. Ilyen azért lássuk, vagy a vegyiparban nincs, vagy ez a műtrágyagyártás, vagy a műanyaggyártás, a poliol iparban ilyen nincs. Tehát ha nem éri meg nekik, mert olyan a bekerülési költség, nem gyártanak. Na, és ez az igazán veszélyes, tehát ez az, ami talán már azt lehet mondani, hogy elkerülhetetlen, hogy ilyenre sor kerüljön. Manfred Weber, a magát jobboldalinak hazdó Európai Néppárt frakcióvezetője azt mondta, hogy kötelező, érvényű energiaszolidaritást vár a tagállamoktól.
Vagyis a helyzet a szokásos. Az EU és Nyugat-Európa vezetői összehoztak egy gigantikus problémát, viszont Közép-Európa és azon belül Magyarországra is ránehezedve oldanák ezt meg. Weber előre rohanhatott, hiszen arról is lehetett olvasni néhány napja, hogy az Európai Bizottság legújabb terve szerint a gázvészhelyzeti hatáskör és döntéshozatali mechanizmust adnának az Európai Unió részére. Ami azt jelenteni, hogy az EU a tagállamok helyett lépésenként ugyan, de döntéseket hozna az egyébként megosztott hatáskörbe tartozó energiapolitika tekintetében. A jelenlegi tervezet szerint látszólag csak törekedniük kell a tagállamoknak a gázfogyasztásuk 15%-os csökkentésére, ráadásul nem is írja elő a tervezet önmagában és automatikusan a földgáz elvételét a körültekintőbben készletező országoktól a felelőtlenebbek javára, de a szakértők szerint ez a szabályozás nagyon is megágyaz egy ilyen szellemű további intézkedésnek, vagyis egyfajta dárdahegyként működik. A kilátások csodálatosak, hiszen olyan jól és sikeresen képviselték az eddigi világméretű problémák során is az érdekeinket, hogy minden vágyunk, hogy újra beléjük fektessük a bizalmukat. Gondoljunk csak a migrációra vagy a koronavírusra. A rosszabb, hogy, és ez amire rákérdeztél, ez az új rendelet, EU-s rendelet, ezt sajnos elfogadták. Tehát ez a jó kolléga nem csak ígérget, be is tart, az EU jó kolléga módjára végig is vitte ezt a kiváló ígérvényét, úgyhogy létezik már ez a rendelet, ami alapján az EU, ha úgy alakul, van egy ilyen riasztási helyzet, ami ennek szerencsére finomodott a szabályozása, de a logikája az ugyanaz maradt, mint a tervezetben, akkor az a laza pókháló, ami ígéretekből áll, hogy a tagállamok igyekeznek leszorítani a saját földgáz felhasználásukat 15%-kal, ez a laza pókháló megfeszül, és kötelezvényé válik, amivel csak az a gond, hogy olyan országoknál, akik, mint Magyarország, akik szorgosan gyűjtögették a földgáz, tele vannak a tárolók, jó hosszú távú szerződéseket kötöttünk, sőt még utólag is szereztünk be földgázt, ugye most ilyen folyamatok voltak, ez a 700 millió köbméteres orosz beszerzés, a megnövelt, a stratégiai feletti gázkapacitás növekedés, tehát mi gondosan készültünk a térre, na ezek az államok járnak rosszul, mert független attól, hogy mennyi gázuk van, mekkora tároló kapacitásuk van, mennyire állandó a gázáramlás, és van még egy negyedik paraméter, hogy mennyi a kitárolási kapacitás ezekből a tárolókból, mert hogy ezen múlik, hogy mennyit lehet télen kiengedni. De minden paraméterrel jó jár és él tanuló, na őket fogja büntetni ez a rendszer, ha kell, mert azoknak, akik meg elvigéckedték, meg kekeckedték az egész nyarat és nincs gázuk, vagy a gyufás katujányi tárolójukat töltik fel, mert a német tároló az körülbelül így aránylik a német iparhoz, meg az a 80 millió emberhez, tehát a mi tárolóinkkal szemben arányosan kisebb tárolókról beszélünk, tehát mondjuk azt töltögette, az ő érdekükben fogják, ha kell, újraosztani télen a gázt, és ugye nem néznek olyankor Isten sem embert, hogy akkor Magyarország igazából a saját ellátását tudja fedezni, az se érdekli majd az EU-t, hogy mennyi volt a magyar felhasználási igény, tehát hogy nekünk kell az a gáz, tehát a lakosságnak kell, ugye ez újraoszthat. Hát ez nagyon-nagyon szörnyű. Tehát ez egy olyan történet, amikor... Hát ez kommunista szagú. Teljesen olyan kommunista szagú, mert az ember, ugye ez az erről nem volt szó, amikor ugye beléptünk az EU-ba, akkor nem mondta senki, hogy ez egyébként majd azzal jár, hogy eljöhet egy nap, hogy elveszük a gázotokat. Vagyis semmi jóra nem lehet készülni, a készletek fogynak, az oroszok politikát csinálnak a gázszállításból, az árak az egekben. És még további gázáremelésre lehet számítani, hiszen néhány napja a Gazprom további 60%-os gázáremelést lebegtetett be, amennyiben tovább csökken az Európába irányuló gázexport szintje. Hát már csak ez hiányozna. A kialakult helyzet sajnos nem egy Magyarországtól távol álló probléma, hiszen az áremelkedésnek köszönhetően a magyar kormány is módosítani kényszerült a rezsicsökkentés szabályai. Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéből kiderült az is, hogy tavaly az az összeg, amelyet a magyar állam fizetett ki, mert a rezsicsökkentésnek a mértéke kisebb volt, mint a piaci ár, az 296 milliárd forint volt, az idén, ha a mostani árak maradnak, az év végéig akkor már 2051 milliárd forintot kell kifizetni, vagyis 7-szer nagyobb összeget. Ezt nyilvánvalóan a magyar gazdaság egész egyszerűen nem bírja ki, fogalmazott akkor a miniszterelnök. A helyzet nem túl rózsás, különösen, hogy a magyar energiakitettség még a németet is meghaladja Oroszország irányába. Bízunk azért a józanész politikájában és abban a kormányzatban, amelyik már nem egy válságból kihúzta az országot. Ennyi volt már a Hunortodox, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és kövessétek a kontrát. Sziasztok!